A szennyvíz iszap a szennyvíz tisztítása során másodlagos anyagként keletkezik. Mennyisége a szennyvíz elvezetési és tisztítási programok megvalósításával évről évre növekszik. A korábbi adatok szerint 2000-ben keletkezett iszapok mennyiségéhez képest már 2008-ra közel 85%-kal nőtt a keletkező szennyvíz iszapok mennyisége. A kezelése és ártalmatlanítása során az a cél, hogy víztartalma, biológiai aktivitása és fertőző képessége lecsökkenjen és szaktalanná váljon. A szennyvíz iszapnak a megítélése az változó az országban. A mezőgazdasági szakemberek, akik viszonylag régen foglalkoznak ezzel, nagyon jól tudják, hogy ez egy nagyon jó anyag, javítja a talajnak a szerkezetét, tápanyagforrás, javítja a talajbaktériumoknak a sok színűségét, növeli a fajoknak a számát, és a vízmegkötő képességét növeli a talajoknak. Hát elsősorban a nyírségi homokos talajok javításában rendkívül jelentős szerepe lehetne. A tisztításkor a szennyvíz iszap víztartalmának jelentős részét kivonják, az így kapott anyag szabályszerű elhelyezése azonban hosszadalmas, körülményes és költséges eljárás. Egy másik megoldása a termékkomposzt előállítása, amikor a szennyvíz iszapot szalmával és más anyagokkal keverik, majd magas hőmérsékleten komposzttá érlelik. Körülbelül egy 20 tonna szárazanyag keletkezik a nyírségvíz ZRT működési területén a szennyvizek tisztítása során. Ebből Nyíregyházán körülbelül 10 tonna, 10-12 tonna szárazanyagból állítunk elő termékkomposztot. A többi az vagy iszap formájában kerül elhelyezésre, vagy pedig egy úgynevezett kvázi komposztálás, ami után még nem termék, hanem még hulladék marad a komposzt. Ennek az elhelyezését a mezőgazdasági területek részben megoldjuk, részben pedig hulladéklerakóra szállítjuk. Egy Magyarországon eddig kevéssé elterjedt hasznosítási mód az úgynevezett vermikomposztálás, melynek során földi giliszták segítségével kezelik a szennyvíz iszapot. A bél csatornájukon átengedik ezt az anyagot, és a bél extrudátum eredményeképpen egy olyan szemcseméretű, agregátum stabilitású anyagot eredményeznek, ami magas enzimaktivitással bír, amiben növényi növekedésserkentő anyagok vannak, amiben a tápanyagfeltáródás egy harmonikus ütemezésben történik a növény számára, és ami reményeink szerint egy nagyon jó humusz minőséggel, szerves anyag minőséggel rendelkező anyag. Az erre vonatkozó kutatási eredmények biztatóak. Az eredmények publikálásával a szakemberek szélesebb körben ismertethetik meg a gazdákat a módszer előnyeivel.